akinek a kezében járt már valaha Székelyföld, és azt hiszem a jelenlévők mindegyikében járt, az tudhatja, hogy a mi lapunk ilyen hibrid típusú, úgy szoktam mondani, ilyen összvédlap, vagyis hogy nem csak kortárs irodalmat közlünk, hanem történelmet, néprajzot, oral historit, és még a jó ég tudja, hogy mit felsorolni sem tudom most hirtelen, többek között olyan pályakép interjúkat is, amelyekben fontos közéleti személyiségeket mutatunk be, akik meghatározó figurái a régiójuknak, és akkor itt már azt hiszem, hogy melegedni kezd, vagy érthetővé kezd lassan válni a helyzet, hogy akkor hogyan jutunk ide, mindhárman udvarhely székiek, mindhárman szerepelnek a Székelyföld különböző lapszámaiban, és mindhárman meghatározók ilyen vagy olyan szempontból ennek a szűkebb vagy tágabb régiónak a közösségi életében. László Jánost elsősorban vállalkozóként ismerjük, de mecénásként olyan fontos közéleti szereplő, aki az itt elhangzó, tehát a lapban elhangzó interjúban is hangsúlyozza, hogy fontosnak tartja azt, hogy visszaadni a közönségnek, a közösségnek, és éltetni azt a közösséget, amelyből ő is vétetett. Mindhárom személyiséget régóta ismerem, engedjék meg, hogy ez ennyi személyeset, mert most itt, ahogy Molnos Zoltán itt szemben ül velem, a héten is elhangzott, hogy volt valamikor egy Udvarhelyszék című heti lap a 2000-es évek legelén, vagy talán 90-es évek végén már indult. János, még egyáltalán emlékszik ön? Hát én pontosan, hogy mikor arra nem emlékszem, lehet, hogy Zoltán ebbe ki fog segíteni, de a szándékra emlékszem pontosan, hogy mit szerettünk volna akkor, és a tartalomra is emlékszem. És ha jól emlékszem, 4 évet, 5 évet ugye tartott. Hát ugye volt a rádió, és ha bővebben is esetleg beszéljek róla, és akkor azon gondolkodtunk, hogy azt ki kellene mindenképpen írott médiával is egészíteni. Persze akkor azért vissza kell gondoljunk, hogy akkor a közélet, a politika, ugye az hogy osztott meg, a médiát is azt akartuk, hogy kiegyensúlyozzuk. Volt ugye úgymond az RMDS közeli média, és akkor kialakult egy másik ugye közéleti pólus, ugye a politika, és akkor a két rádió, a két ugye, írott folyóirat vívta harcot, mert lényegében azért gondoljunk vissza, hogy azért ez is volt benne. És én úgy érzem, hogy az Udvarhelyszék körül is kialakult egy olyan szellemi kör, ami nem csak politikával foglalkozott, hanem abban volt akár egyéb közéleti téma is, vagy még úgy emlékszem, még ilyen irodalmi mellélete is volt egy darabig. Igen, én voltam a szerkesztője, művelődés és irodalmi rólat is volt. Ezzel csak azt akartam most illusztrálni első körben, hogy milyen régóta benne van László János az udvarhelyszéki közművelődési életben. Tehát ez már olyan régóta, hogy szinte nehezünkre esik feleleveníteni, hogy hányban, tehát ugye 20 éve, és azóta is ezt a tevékenységet következetesen végzi László János. Lőrinc Zsuzsannát szintén nem kell különösebben méltatni. Közművelődés szervezőként, néphagyományéltetőként, Amives Emberek Sokadalma szervezőjeként, az Arter Alapítvány mindeneseként, bocsánat, levegőt kell vennem közben a felsoroláshoz. Tehát azt hiszem, hogy teljesen evidens, hogy mennyire megkerülhetetlen közéleti személyiség ő is. Simó Márton pedig elsősorban szépíró, regényíró, prózaíró, közíró, riporter, és úgy kerül bele a levesbe, hogy mindkettőjükkel ő készítette az interjút a Székelyföld számára. Simó Márton nagyon fontos szerzője a Székelyföldnek, az udvarhelyi régiót hangsúlyosan reprezentálja, és folyamatosan jön az újabb és újabb ötleteivel. Marci, akkor a következő kérdés néked szól. Sokszor az az érzésem, mintha 20 éves volnál, olyan lendülettel, vagy néha azt szoktam mondani, hogy olyan dűvel végzed ezt a munkát, amit te fölvállaltál.
riportok, ugyebár a székelyfalvakról, folyamatos publicisztika írás, Hargita népében erre-arra túl, szép prózai munkák, szinte évről évre egy-egy regénnyel. Szilágyi Domokossal kérdezve, marad a láz? Vagy honnan ez a lendület? Így azt hiszem azért már nem vagy mai csibe, ezt így megállapíthatjuk, közelebb így nem firtatva. Honnan ez a fiatalos lendület? Én úgy érzem, hogy van 17-18 megjelent könyvem, hogy még ennyi van bennem. Ez valahogy későn érő, vagy rendhagyó módon induló típus voltam. Ugye én költőként kezdtem, és úgy határozom meg magamat, hogy volt költő vagyok. De ha valaki nagyon elő akar belőlem verset hegedülni, akkor elő tud. Ezelőtt olyan 5 évvel COVID előtti időszakban elhatározták, hogy készítenek egy Sóvidéki költők antológiáját. Hát tudni kell, hogy a Sóvidék az létezik, még akkor is, ha Rádó János azt mondja, hogy csak Kiskükölőmente van. Habár ő Korondon született, de hogy bele lehet a Kiskükölőmentébe mindent csomagolni. Lényeg az, hogy én mondom Ambrus Lajosnak, hogy hát nem írok verset. Írjál, adjál 5 új verset. Nem adok. Eltett vagy 2 hét, egyszer felhív Fászabó Gyula Kriterion főszerkesztője, hogy várjuk azt az 5 verset. És akkor írtam 5 verset. Mert annak is már 5 éve, de hogyha valaki nagyon kezdene gyomrozni, akkor elő tudnám megint a költőt magamból kotorni. Visszatérve a Székelyföldre, én azt hittem, hogy a Székelyföld folyóirat az egy ilyen fellángolás, hogy éppen olyan tanácselnöke van a megyének, Kolombán Gábor személyében, aki Ferencesnek a merész elképzeléseit felkarolta, de aztán le fog járni, kicserélődik a megye tanácsának az elnöke, elfogynak a pénzek, nem lesz Székelyföld, hát annak több mint 25 éve. Úgy kezdődött, hogy jön Ferences István Pestre, és az Írószövetségnek van egy borzalmas ilyen dormitorszerű lakása ott a Stefánia és a Tököli utca sarkán, és a másik sarkán van egy ilyen terasz. A nyári kert, ott Ferences ilyen halott székelyföldekkel üldögélt, és ivott egy sör. Most én? Oda mentem, mit csinálsz? Hát akkor kezd beszélni nagy hittel a székelyföldről, hát adnál-e bele kéziratot? Mondom, hát van nekem egy László Gyula interjúm. Az egy filmes, tévés produkció volt, de sokkal hosszabb volt a maga az interjú. Tehát így kezdtem én a pályafutásomat a Székelyföldnél. Tehát jó negyed évszázadon ezelőtt, és már akkor is itthon voltam, ahogy László Jánossal is itthon vagyok. Tehát László Gyula bácsival is Isten nyugtassa, itthon voltam, mert hát hogy kezdődött az interjú, hát hogy ő hol született, hát az benne van. Vár állott, hogy kőhalom. Mert ilyen érdekes volt a tanár úr, mondta, oda kell tenni a lámpát, én itt ülök, maga odaül, és ide tesszük a mikrofon. Tehát annyi interjút adott, hogy a szobájában már még fényviszonyokat minden tudott. Tehát nagyon, nagyon aranyos riportalany volt, és nagyon jó volt az az interjú is, hogy szövegformájában jó, hosszú lére eresztve megjelenhetett, utána már nem sokat ért. Tehát így kezdődött a székelyföldes pályafutásom, de aztán időnként egy-egy prózát, egy-egy recenziót is megeresztettem benne, olyannyira, hogy ha stílusosan fogalmazunk, amikor én Pesten éltem, akkor én voltam a Székelyföld előretolt helyőrsége, nem a mostani, ez egy másfajta, ez egy másképpen viselkedő helyőrség. Én azt önként és dalolva vállaltam, végeztem, csináltam. Volt egy időszak, amikor hordoztam a Székelyföld lapszámait különböző boltokban, szerintem kiépült egy hálózat akkor, ami ma is működik. Nem tudom, mennyi fogy el, de szerintem jelentős példányszámban van jelen a reprezentatív boltokban. Annak is bő 10 éve, hogy ugye visszidáltam, és akkor még többet dolgoztam a
lapnak, az elképzeléseimet is el tudtam sütni. Időközben szinte az egész társaság kicserélődött, mert alig vannak azokból a kollégákból, akik velem egyidősek voltak nagyjából, tehát frissül, de én úgy látom, hogy Zsidó Ferenc is hozzánőtt, hozzávénült ahhoz a feladathoz, ami a főszerkesztési munkát jelenti. Az érdekesség, vagy változatosság kedvéért most arra kérnek, hogy te faggasd Zsuzsa nénit, illetve László János urat, mert hogy te interjúztál velük. Két alapos interjú jelent meg a Székelyföld március, illetve szeptemberi számában, de biztosan voltak dolgok, vagy olyan ügyek, amikre esetleg akkor annyira nem tértetek ki, vagy utólag visszaolvasáskor még fölmerültek dolgok, megkérdezted volna, kérlek most én ennek az alkalmával. Hát volt egy olyan időszak, amikor Zsuzsa nénit betöltött egy bizonyos életkor, 18-at vagy 20-at, nem emlékszem. Pontosan mostanában, akkor azt mondta, na én visszavonulok és keresem az utódomat. Eltelt az a 3-4-5 év, Covid, minden a franc, és Zsuzsa néni megint ott exponálja magát a néves embereken, sőt elmegy más városokba is, sőt olyan dolgokat szervez, amiket eddig nem. Hogy is van akkor ez a visszavonulás? Szerintem nem jól határoztam meg, tehát nem visszavonulni akartam, hanem azt a tapasztalatot, amit ennyi éven keresztül, 55 év, amiből 30 év kisipari, szövetkezheti tevékenység és 25 év civil munka, azt átadni az utódomnak addig, amíg tényleg vissza kell vonuljak. Tehát addig szeretnék dolgozni, ameddig a Jóisten megengedi és egészséget ad, de sokkal jobban szeretném, hogyha én nekem segíteni kellene valakinek. Tehát lenne egy olyan kollégám, akinek én majd csak segítek, átadom tapasztalatot, kapcsolatrendszert, meg mindent. Tehát ez a visszavonulás azért így érlelődött meg bennem, hogy nem lépek le a földön. De nem mintha nem találta volna meg az utódát, vagy az utódait. Egész csoport van most Zsuzsanéni környékén. Ez most hogy van ilyen lóversenyszerűen, vagy sorsszerűen fog eldőlni, hogy egy személy kapja meg az artéra a tevékenységi köveit, vagy egy csoport kapja meg. Ugye, mert volt, hogy a megyéhez került, hogy a városhoz került, hogy a forrásközponthoz került. Mi az erősebb, mi a megbízhatóbb vonal, amiről úgy látja Zsuzsa néni, hogy na igen, ez van. Az alapítványnak a tevékenysége hiánypótlásként indult. Tehát abban az idő, 25 évvel ezelőtt sehol, Romániában sem volt tiszta népművészeti rendezvény nyilvános, ahol a népi hagyományokat kedvelő emberek találkozhattak a gyakorló képzésekkel. Így indult el, mert szoktam mondani, hogy székely ember módjára nem pénzkeresetre mennek úgy a székelyek, hanem mindig azt mondják, hogy munkát keresni. Na, mi is így voltunk, hogy a munkát találtuk meg. Legelőször annyit az alapítványról, hogy családi alapítvány, és magának a rendezvénynek a nevét is közösen találták ki a lányok. Az enyém a sokadalom szok belőle. És akkor arra volt szükség, most már a képzések, tehát most már eljutottunk abba a korba, itt a Erzsikével is beszélgettük, hogy olyan kevés gyakorló kézműves mester van, kismesterséget gyakorló műhelyek száma egyre ritkább, hogy azzal kell foglalkozzunk, hogy átadjuk a fiataloknak, és most ez a fő tevékenysége az Arterának, későbben tényleg úgy van, hogy nem lehet egy emberre rászabni. Most nagyon-nagyon ügyes oktatók vannak, akik
folyamatosan két évente újabb-súlyabb csoportokat tanítanak, és ez az oktatás meg a Harita megyei hagyomány Vámszergész a népiskola partnerségével valósul meg. Ugye a népiskolának van egy statutuma, ahol felnőtt képzéseket szervez. Ez idáig inkább népzene, néptánc és kreatív foglalkozásokat indítottak, és ezzel a mi partnerségünkkel kibővült ez a tevékenység a tárgyi népművészet, tehát kedvelő embereknek szervezett tanfolyamokkal. Igen, azt mondják mostanában, hogy nem hogy a szellemi hagyatékot, de a tárgyi hagyatékot, illetve a tárgyi eszközöknek az előállítását sem tanulják meg a gyermekek a családban. Nem is látják. Meg többször az iskolában sem. Nem. Vannak ezek a tanfolyamok. Amióta az interjú megjelent, ugye eltelt egy fél év, és elkezdődött a tanév, vagy elkezdődött az oktatási szezon. Hogy áll most? Hány tanfolyamuk van? Hány hallgatójuk van? Milyen a mezőnyük? Igen, tehát határozottan, biztos ezzel mások is ezt észrevették, hogy egy olyan 6-7 éve egyfajta reneszánszát éri a kismesterségek iránti érdeklődés. Legelőször két mesterséget. Tulajdonképpen mi már 2005-ben, tehát 20 évvel ezelőtt indítottunk akkreditált képzéseket, de akkor sokkal kevesebb volt az érdeklődés. 6-7 éve indultunk két mesterséggel, utána a múlt évben például 6 mesterséget oktattunk, és ebben az évben épít ebbőcsködtem, hogy 12 mesterségben indultak képzések. Tehát 12 féle kézműves mesterségben. Na most a legnagyobb dolog az, hogy megfelelő oktatót kapni, olyant, aki tényleg szívvel-lélekkel tanítja, mert nem egy gyerektábor. Tehát, és hála jó Istennek mindig sikerült olyan embereket, olyan mestereket kapni, hogy tehát ők maguk motiváltak, nem kell én noszogassam, vagy ellenőrizzem, csak segítem a munkájukat. Ebben az évben egy mesterséggel voltunk fennakadva, az ékszerész. Ezt is úgy indítottuk el, nem magam találom ki, szinte egy mesterséget sem, hanem mindig igény jön egyik-másik, egy-két ember is elég, és akkor én azt gyorsan már azon gondolkozok, hogy lehet megoldani. Megtörténik az, hogy előjön egy igény, abban az évben nem tud megvalósulni, csak a következő évben. Így voltunk például a Kovács mesterséggel is, és a Cipész mesterséggel is, hogy két évet hirdettük. Aztán egyszerre olyan sokan lettek, hogy két fele is kellett hoztani. Van-e lemorzsolódás? Ha elkezdi mondjuk 20 ember, akkor az 20 hát elvégzi? Hát ne, vagy? 20 azért nem. Tehát a maximum 10-12. Azok végig mennek a... Igen, sőt, olyan is van, hogy ugye szeptemberben általában indítjuk, de még mindig van októberben, aki csatlakozik. Pótfelvételi? Tehát igen. Még akkor most is lehet, mert... Most már nem. Nem, mert most már olyan sokan vagyunk, hogy most már nem lehet csatlakozni, már eltanácsoltuk. Ja, bölcsködjen, mert Magyarországból is vannak jelenkezőink. És olyan sokan vannak, hogy nem tudtuk fogadni. Tehát megbeszéltük, hogy ez a program, itt tanítunk, és jövő ősszel jön a következő képzésre. És egész Erdélyből, tehát Kolozsvárról járnak, Marosvásárhelyről nagyon sokan, Ludas, Medgyes, Segesvár, Kézdivásárhelyről, Erdővidékről vannak, Szentegyháza, Gyergyószent Miklós, most már Gyergyószent Miklóson is indítunk képzést, és volt képzési székek keresztülön, tehát ilyen kihelyezett képzés, és volt képzés széken is.
99%-a a jelentkezőknek felsőbb iskolát végzett, vagy informatikus, nem beszélek arról, hogy képzőművész, könyvelő nagyon sok, pedagógus, tehát egyértelműen látszik, hogy hiányzik, tehát ebbe az online világba a saját kreativitásukat az emberek nem tudják kiélni, és ez hiányzik, és ezt pótolják. De ezt meg kellene előzze egy olyan pályorientációs projekt, hogy egyáltalán a gyerekek ismerkedjenek meg, mert nem is tudják, még már falunk se tudják a mesterségeket, nincs hol találkozzanak. Tehát ahhoz kellene megyeszinten elindítani egy olyan projektet, tanfelügyelőséggel, tanügyel, jó lenne persze ezt egész Romániával, de hát én is Románia. Legalább a megyébe, tehát kisebb falvakba is elvinnük a mestereket egy mini kiállítással, mesterség bemutatóval, akár a gyerekeket elvinni olyan műhelyekbe, ahol dolgoznak, és ahol abból is élnek meg. Vagy ha nem épp abból él meg, de fizetéskiegészítésnek a konyha kasszába hoz valamit, és ugyanakkor a kreativitását is kiéri. Nehogy azt gondolja László János, hogy megszabadult, mert itt sokat beszéltünk. Ugye tudjuk Jánosról, hogy Alás falva település képét szívén viseli, és 9 házat újított fel a szobét tizedekben. Van-e még eladó házakon az utcában? Hát van, úgyhogy folyamatosan jönnek az ajánlatok. Hogy hát de csökkennek, vagy növekszik? Nem, nőnek sajnos. Nőnek, és szinte hetente kapok ajánlatot, hogy akkor vennék-e még egy házat, de el van döntve, hogy nem. Nem. Az a kis utca, hogy te is nevezed az interjúban, az szerintem azért sikerül ott megőrizni tényleg az utcaképet, és ugye most feltevődik a kérdés, hogy jó, hogy van annyi ház, de hát arra adót kell fizetni, azt valaki kéne működtetni, és úgy néz ki, hogy a működtetést azt nem lehet kihozni, úgyhogy legalább önfenntartó legyen, hanem finanszírozást kell berakni még hozzá. Most ez megy ugye a családi egyeztetése, jó, de évente mennyit teszünk be, és meddig. Ugye van ott tevékenység, de hogyha egy embert alkalmazunk, annak is a fizetését össze kell szorozni, hogy évente az, ha 2000 lehet, az akkor is az 24000 lehet. Ez ugye nettóba. És azon kívül pedig villany, takarítás, meg minden. És hogyha hétvégeken csinálsz rendezvényt, legyen 3000-on egy hétvégén, akkor is az 30000-on, ha minden hétvégén van nyáron. Én tényleg lelkemen viselem, hogy valamilyen módon a fenntarthatósága is meglegyen, és remélem, hogy majd az utódok is ezt tovább fogják vinni. De ennyi a vásárlás, úgyhogy ezt mondtam a falusz társamnak, hogy hát vegyetek ti is, vásároljatok, és akkor, hogy mondjam, ezt nagyon jól össze lehet hozni, hogy van egy tömpár lakásom esetleg székudvar helyen, meg van egy hétvégi ház, az ős avásban van. Úgyhogy ez lenne a jövő. A példád ragadós-e? Én azt mondom, hogy ugye a 90-es években, de mindannyian tudjuk, hogy akkor még nem billent semmi helyre, még akkor is sajnos, hogy lefele ment a falunak a, hogy mondjam, az a nagy reménye, ugye, hogy a kollektív után aztán föl szétoztuk mindent, akkor majd úgy fog, hogy megtalálja helyét a falu is gazdasági szempontból is akár, de ugye sajnos, hogy nem, házakat ugye elkezdték adni, ugye az út az 5 kilométer a Vásfalva és Omorod-Szent Márton között az nagyon rossz volt, de ezelőtt egy 3-4 évvel ugye most már aszfaltút lett, és úgy érzem, hogy ráébb lettek azért az emberek, hogy az őst azt nem kell adni, hanem valaki a családból azt tovább kell vigyük. Úgyhogy én úgy érzem, hogy tudtunk egy példát
mutatni föl, hogy tényleg most, hogy két-három héttel ezelőtt volt a Humorot Bente népviseletben nevű találkozó. És akkor láttam, hogy oda a népet beengedted a udvarra. Milyen érzés volt látni ott 240 szerint? Hát a tegnap is már jó érzés volt, ma az egyes adón, a M1-en. Most ment le. Lement az anyag tömörítve, de hát tényleg, hogy mondjam, lelket vagy szívet melengető volt azt a pár percet végignézni. És ugye amikor bemondták, hogy hát Avásfalváról lesz szó, és tényleg díszesítve azokkal a népviseletekkel, meg az Esperes úrnak a huszár ruhája is előtérbe volt szépen hozva, úgyhogy nagyon jó volt, és tényleg örülök. De ez az ötlet, ez Mihály Jánostól jött, hogy a belső udvar oda, és akkor elmentük a templomba, a templomból a Művelődési Házba, úgyhogy nagyon-nagyon jó lett. Úgyhogy. Azt szoktad mondani, János, hogy nyugalmazott üzletember. Megválogatod, hogy miket csinálsz. Hát van-e olyan, hogy nyugalmazott üzletember? Hát annyi tevékenységi formát van, hogy nem hiszem, hogy azokat leteszed. Szerintem van. Én úgy érzem, hogy a vállalkozás, ami a generációváltás az megtörtént, az sikerült. Hál' Istennek, én annak nagyon örülök. A mindennapi életében a cégeknek nem veszek részt. A döntésekben mindenképpen, jól előkészített döntésekben azért mégis az arra szükség van. De próbálom az energiámat, az érdeklődésemet, meg a mindennapi életemet átfordítani, főleg Abásból, meg arra a vidékre. Úgyhogy a héten is két napot ott az emberekkel dolgoztunk, őszi munka, faerakás, gyümölcs begyűjtés. Úgyhogy én úgy érzem, hogy reggel kerek fél hatkor, hatkor, este próbálok 10 órakor lefeküdni, korán föl tudja kelni, és aktív vagyok. Csak nem a régi, hogy mondjam, harcmezőmben, hanem a picikét átfordítottam egy más környezetre. Van a közönség sorában is egy kérdés, Árpi? Én nagyon értékelem három munkáját, és régi ismerőseim, szeretem is őket, mint emberek. Hoztam egy kis meglepőt. Jánosnak jövök, azt jövök a legnagyobb batonban. Fordamos. Ez egy rakás kacat. Ha te megnézed benne, László Gyula bácsinak az egyik könyvének a kettele vonata. Úgy került hozzám, gondoltam a legjobb, ha hozzád kerül, jó helyen lesz. Ez értékes. Sok minden van nekem. De ilyen nincs. Ilyen nincs, biztos. Köszönöm szépen, Márk is. Nagyon szíves. Belenézeket. Hoztam már. Hölgyeknek is egy kis olvasnivaló. És a drága, egy kis színjárt muzsika. Neked pedig egy 44-es tüdőtörgyöm kiadvány. Olvassátok, szeretnék. Köszönjük. Köszönjük. Megköszönöm a jelenlétüket, folytassuk esetleg kötetlenül a beszélgetést, és találkozzunk még, azt kívánom. Köszönöm szépen!